A magvetős Kallós Eszter énekelte el az egyik legismertebb magyar népdalt a Várszínház kamaratermében, ahol ezután Víg Andrea hárfa művész tartott hangszertörténeti előadást a gyulai iskolásoknak. Rengeteg olyan mű született, ami a hárfának a legideálisabb, tehát a legszebb hangi adottságait használta ki, de születtek erre a hangszerre vidám darabok is. A Zeneakadémia tanára interaktív módon zenés betétek segítségével mutatta be a hárfa történetét és fejlődését. A hárfa az elmúlt évszázadokban népszerű volt a zeneszerzők körében, és a modern korban is előszeretettel használják. Hál' Istennek megtalálta ez a hangszer a saját lehetőségeit, tehát épp úgy használják a popba, vagy a jazzbe, vagy a népi kultúrába, hál' Istennek. Én azt gondolom, hogy segít minket az, hogy nagyon attraktív. Tehát a hárfa egy nagyon szép, egy nagyon látványos és egy nagyon ősi hangszer, tehát az emberiség összes lépésénél ott volt, ez például már megfogja a gyerekeket, mert ugye azért a koronkénti változatossága is segít minket ebben, és hát főleg egy ilyen szép hangszernél, ami még arany is, meg ugye lehet róla sokat mesélni, hogy hogy készül, hogyan használjuk, ez őket nagyon, nagyon érdekli, tehát nagyon vevők rá. Víg Andrea a gyermekeknek szóló előadása után a felnőtt közönségnek adott koncertet a Várszínház kamaratermében.